szépen. Szobrot olyan kiváló személyiségeknek szoktak állítani, akiknek életútja, alkotása, tanítása túlmutat egy élet keretein, és maradandó értéket képvisel a jövő számára. Horn Gyula politikusi államférfi teljesítménye minden magyar demokrata számára tiszteletre méltó lehet. A rendszerváltásban betöltött szerepe küzdelme a magyar demokráciáért, és miniszterelnöki teljesítménye azt gondolom, hogy iránymutat valamennyi számára a jövőre nézve is. Miniszterelnökként fejlődési pályára állította Magyarországot, gazdasági növekedés indult, véglegesen megnyílt Európa, az európai demokrácia kapuja a magyarság felé. Több mint kétharmados parlamenti többség állt mögötte, de nem módosította az alkotmányt, és nem bontotta le a kormány hatalmát, mozgásterét korlátozó demokratikus fékeket és ellensúlyokat. Mert tudta, hogy egy demokráciában senkinek nem lehet teljhatalma, és mert tudta, hogy nagy politikus akkor lesz valaki, hogyha nem tesz meg bizonyos dolgokat, amiket egyébként megtehetne. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos üzenet a mának, hiszen ma olyan hatalom uralkodik, amely gátlástalanul és civilisan mindent megtesz, mert megteheti. Mi, akik itt vagyunk most, természetesen valamennyien nagyon sok személyes emléket és élményt hordozunk a Horn Gyuláról. Fontos élmény 94 a választási győzelem, de szintén a mának szóló üzenet 98 is. A 98-as választási eredmény Horn Gyula tisztelettel tudomásul vette. Nem támadta a győzteseket, és nem keresett hibás, nem keresett bűnbakokat, mert tudta, hogy egy demokráciában egy politikusnak mindig az a sorsa, hogy van, amikor többsége van, és van, amikor kisebbségbe kerül. Átadta az ország kormányzását, és ki kell mondanunk, hogy 1998-ban Magyarország, a magyar demokrácia, a magyar gazdaság és a magyar társadalom sokkal jobb állapotban volt, mint most. Hátrébb lépett a párt vezetéséből, de végig és folyamatosan itt volt velünk, és segítette a Magyar Szocialista Párt újjászervezését. Itt volt velünk, egész addig még itt lehetett, és úgy érezhettük, hogy itt volt velünk akkor is, az elmúlt években, amikor fizikai valójában már ezt nem tudta megtenni. A temetésén a sok ezer tisztelője közül sokan hozzám is odaléptek, és a legtöbbször elhangzott mondat az valahogy így szólt, legyetek méltóak hozzá. Azt gondolom, hogy a Magyar Szocialista Párt tagsága, szimpatizánsai és minden baloldali ember, és reményeim szerint minden demokrata tisztában van azzal 2013-ban, hogy ez a mi közös feladatunk, és ez a szobor, itt a Kárcégházban, ehhez adjon erőt mindannyiunk. Köszönöm szépen, engedjék meg, hogy egy virágot megköszönjem a családnak is, hogy eljöttek és itt van velünk. Köszönöm. És akkor most egy kis segítséget kérnék, hogyha szabad, hogyha legalább ezt a